Mai vendégünk dr. Temesvári Tamás, a Karcagért Közalapítvány elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a karcagi nézőket, a televízió nézői. Hogyan zajlott az alapítvány elmúlt időszaka, milyen háttérmunkák zajlottak? Hát a közéleti bált 5 év kihagyással sikerült megszerveznünk, az ismert járványvédelmi okok miatt és megtakarékossági okok miatt is. Úgyhogy 2018-ban volt utoljára közéleti bál, már tavaly ősszel szerettünk volna, de minden összejátszó okok miatt ezt nem sikerült megvalósítanunk, így most arra tettük át az időpontot. Melyek voltak a közéleti bálnak a fő célkitűzései az elmúlt időszakban, mikre folyt a gyűjtés? A közéleti bál mindig más-más célkitűzést tesz maga elé, magán és jogi személyek adományaiból tartja fönn magát tulajdonképpen, és pályázatokból, úgynevezett hadspályázatokból tartja fönn magát az alapítvány, és különböző célkitűzéseket teszünk ilyenkor. Nem egészen mi, hanem természetesen a polgármester úrral és az önkormányzattal egyeztetve. Melyek voltak ezek, soroljunk fel néhányat az elmúlt évek alapján? Talán a legjelentősebb a kerékpárutak fejlesztése, kialakítása és javítása. Például legutóbbi alkalommal a Kisújszási úti kerékpárút javítása, modernizálása történt meg. Ehhez segítettünk mi anyagilag a Karcagért Alapítvány. De ha korábbi időre tekintek vissza, akkor a kutatóintézethez vezető kerékpárutat is a Karcagért Alapítvány finanszírozta. Ez nem régiben került átadásra, ugye bár egy jó évvel ezelőtt. Igen, és talán a legjelentősebb, amiben részt vettünk és anyagilag segítettük, a Karcag-Berekfürdő között épült kerékpárút kialakítása. Említette doktor úr, ugye, hogy mindenképpen meg lesz idén rendezve, sőt hamarabb szerették volna a közéleti bált. Nyilván ez egy hatalmas szervezéssel járó feladat. Mondjuk el a nézőknek, hogy egy kicsit lássanak mögé, hogy hogyan történik, hogyan zajlik ez. Nem könnyű feladat, ezt egy személyben nem lehet senkinek elvállalni. Besegít az önkormányzat, önkormányzati dolgozók is. De elsősorban a Dériné Kulturális Központtól kapunk nagy segítséget, akik a lebonyolításban, a szervezésben, a lista előállításában is belesegítenek nagyon erősen nekünk, és kell is mindenképpen, mert ezt nem lehet egyedül elvégezni. Persze, még eljutunk magáig az eseményig, és akkor beszéljünk az idei közéleti bárról. Mit lehet tudni a részletekről, hogyan zajlik, mikor kerül dátum szerint megrendezésre? Április 29-én szombaton kerül megrendezésre, az esti órákba természetesen, és hívtunk a megadott lehetőségek közül, a listából választottunk, és azt választottuk, hogy Tolvaj Reni. Ő lesz a sztárfellépő. Ő lesz a sztárfellépő, igen. És a zenekar az ismert, a Happy Band. Igen. Ő fog zenélni. A zenét játszani, és talán, ha sikerül, ez nem rajtam múlik, meglepetés vendég is lesz, de ez még folyamatban van, még mindig szervezés alatt áll. Esetleges meglepetés vendég. A közéleti bálon a tombola felajánlások hogyan zajlanak, hol tart a jelen pillanatban? Kérésre nem mondanám meg, hogy ki az a polgármester, aki nagyon sokat segített abban, hogy a tombola tárgyak felajánlásában részt vegyen. Az ő kérésére nem akarom név szerint megnevezni, de már nagyon szép tombola tárgyak kerültek már felajánlásra, és a fő tárgy pedig egy hűtőgép fagyasztóval lesz. Beszéltünk már, legalábbis érintettük, hogy kiket várnak erre az alkalomra, de néhány nevet azért említsünk akár a köszöntők sorából. A köszöntők sorában feltétlenül ott lesz a térségünk képviselő F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő úr Fazeka Sándor, országgyűlési képviselő úr, és természetesen Szepes Tibor polgármester úr is jelen lesz, és köszöntőt fog mondani rajtam kívül. Mi az idei célkitűzés, mire gyűjtenek? Idén az határozta meg a városvezetése, hogy a Dériné
kulturális sportcentrum működését fogjuk segíteni a felajánlásunkkal. Igen, a Dérini Kulturális és Turisztikai Sport. Turisztikai Sportközpont és Könyvtár. Könyvtár működését, igen. Igen. Melyek a közéleti bálon túl, nyilván ilyenkor az ember majd összegez, hogy hogyan sikerült, és természetesen ilyenkor elbeszélésre kerül, de a további tervei az alapítványnak? Tulajdonképpen még előre nem dolgozunk, nem tudjuk, anyagi lehetőségeinktől tesszük ezt függővé, és a támogatottságtól függően ugye felajánlások fognak érkezni az alapítványba, és akkor annak függvényében tudjuk majd eldönteni, hogy milyen további fejlesztéseket szeretnénk. Hát például tavaly sikerült megvalósítanunk pályázat útján egy kirándulást, azt Székelykeresztről a testvérvárosunkba tettük, egy buszos kirándulást, amit teljes mértékben a pályázat fedezett, és ezt is pályázat útján nyertük meg, ennek a bálnak a megrendezését, az összegét. Most mondhatom, azt hiszem, nincs benne titok, 2 millió forintot kaptunk erre a bálnak a megszervezésére. Nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és várjuk vissza majd a bált követően. Köszönöm szépen én is a meghívást. Köszönöm szépen.